Mi történt? Gyerekek, negyedáron vettem egy órát, egy kis szériás, limitált órát, amire nagyon vártam. Gyertek, biztos ti is kíváncsiak vagytok, biztos sok óra gyűjtő van köztetek. Gyertek, bontjuk ki együtt, gyertek! Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. Bármit veszek, bármilyen új dolognál mindig nagyon izgatott vagyok, úgyhogy most is az vagyok. Őszintén a tünde nem is tud róla, hogy vettem. De ez az az óra, amire nagyon régóta várok. Lehet, hogy ez az óra nem én vagyok. Lehet, hogy ez az óra, hát túl nagy nekem, vagy túlságosan divat óra. De az az igazság, hogy az ember néha vágyik valamire, erre is vágytam. Azt se láttam, amikor ezt vettem, azt se tudja, hogy ezt vettem, csak később tudtam meg. Az, hogy ő is néha szokott venni olyan cipőt, vagy ilyesmiket, amiket én csak később tudok meg, vagy nem is tudok meg, van azt mondja, hogy ez már régi. És még az az igazság, hogy olyan jó hiszem vagyok, és el is hiszem. Erre az órára egyébként nem hiszem, hogy azt tudom mondani neki, hogy ez régi, ez meg volt régóta, mert azért annyira feltűnő, hogy észre fogja venni. Nem tudom, bár egy késemben ki tudnám ezt nyitni, tudnám ilyen kést, mert azért itt van álló tünde, hogy figyelj, te is figyeled, hogy mi lesz. Na már is figyelem, mert akkor nem voltam annyira boldog, amikor elmondtad, hogy már megint vásároltál Árverésen egy órát. Igen, igen, az az igazság, hogy... És ilyen órát még soha nem volt. Ilyen stílusú órát sem volt még soha, úgyhogy ezért vagyok nagyon kíváncsi. De igen, biztos, hogy ezt komolyan gondolta, de... Én sem tudom, hogy komolyan gondoltam, nem vagyok benne biztos. Van úgy, amikor az ember vágyik valamire, jön vele szembe, ez jön szembe, ott az Árverésen. Ó, persze, mert szembe jött veled, nem te mentél oda az Árverésre. Igen. Na, mit van? Ezen az aukciós házon vettem, hát itt van a számla benne, ja. Ugye ez első az, amit tetejére tesznek a csomagnak, itt van a szép kis számla. Úgyhogy megköszönjük azt, hogy vielen Dank für Ihren Einkauf, hogy megköszönik a én kis vásárlásomat. Na, számára kevés tudjánkat. Jó nagy papír még. Látjátok-e jól? És mi van benne? A ő kis dobozával. Elmondhatod a márkát szerinted? Vagy inkább nem mondja el. Én eddig akarok húzni előttük a nézes magzagot. Én nem mondja. Szerintem már valaki tudja. Nem tudja, nem? Szépen. Honnan tudnám? Még honnan tudnám? Valakit vásároltál? Nem. Miért ezt az órát megtennek? Szerintem ez egy nagy ronda rumpuli. Vannak ilyen új keletű divat óráim, mint például a Roger Dubois vagy a Richard Mille, akik ugye szintén így a 2000 környékén alakuló gyárak. Ez a gyár is ilyenkor alakult, 2000 környékén, és hát így hívják. Na, szóval egy Graham. Ugye tudni kell a Grahamről, hogy egy nagyon nagy név, a George Graham, aki ugye az 1600-as évek végén, 1715-ben hát fedezte fel ezt a híres gátszerkezetet, amit róla neveztek el a Graham gátszerkezetet. De ez a gyár, ez csak fölvette az ő nevét, ez 2000-es évek elején indult, egy mérnök, egy vállalkozó, egy órás, aki Svájcba tanult, itt van a ő certifikátja is. Tudottuk-e, hogy ez egy számozott példány, limitált példány, így mondják, egy limitált példányszám, ez a 477-edik. Ha jól tudom, akkor 500-at csináltak el. Útlevele van, nem certifikátja, mutasd még egyszer. Igen, ez tényleg egy útlevél, itt van. Itt van az útlevél. Ez lehet, hogy ki lehet menni a határon is. Pont úgy néz ki, mint egy útlevél. Itt van benne a pecsétek. Szóval tényleg egy útlevélnek néz ki. 2010. 7-e, 22-e, 22-e, ez egy híres, nagyon komoly szám a mi családunk életében, akkor vásárolták ezt. Tényleg olyan, mint egy útlevél. Ez. Hát itt van maga az óra, egy dobozba. Interneten először veszek órát, olyan órát, amit egyébként nem ismerek. Mert
vettem már interneten órát, de azt az órát már konkrétan többször volt boltban a kezembe, vettem olyan patekot, vagy hasonlót, és interneten sikerült megvenni, de ezt az órát, ezt még nem próbáltam sehol, tehát egy kicsit félek, hogy igazából 46 mm-es óra, tehát egy kicsit félek, hogy megint az lesz, mint a Rolls, hogy kis ember nagy autóval, kis ember nagy bottal, nagy bottal stimmel, de az a lényeg, hogy kis ember túl nagy órával, túl méretezett órával elhúzza a kezét, mint egy 46 mm-es hatalmas óra, mint ez a Graham, ez egy picit lehet, hogy nem, de azért vettem meg, mert mindig is valahogy foglalkoztatott ez a márka. Nagyon izgulok, hogy tényleg mennyire nagy. Ebből a dobozból, ugye arra szerintem, hogy majdnem akkora lesz, mint ez a doboz, hát nem tudom, nagyon félek tőle, túl méretezett lesz, és akkor Tünde azt mondta, hogy hülye vagyok, hogy ilyen túl méretezett órát vettem, 46 mm. Ezek ilyen 42-44-ek, amiket általában hordok, 46 mm-es óra lehet, hogy túlságosan nagy lesz, bár talán nem baj, meg lesz valakinek a karácsonyi ajándéka, akkor igen, a fiúk közül az egyik meg. Pégus igazad, ha nem tetszik, akkor el lehet ajándékozni, de ahogy most itt ránézek, azért ez nem katasztrófa. Azért, mi az Isten az a kézigránát kibiztosító? Mi az Isten az ott a szerint? Ez a kibiztosítója, ez a kézigránát kibiztosítója, hogyha éppenséggel robbantani akarsz, hogy kibiztosítod, bum, eldobod és kész. Na szóval ezzel lehet robbantani. Az új órám egy Graham Chronofied Oversize GMT Big Date, ami egy két időzónás, stopperes automata kronográf. Miért itt a lépcsődődött már megint? Hát itt sikerült. Itt kapott el az óraról? Hát bejöttem, most mondom, menjek valahová, állítsam be magad, és úgy csináljak egy filmet. Bizonyára ti is nagyon kíváncsiak vagytok erre. Tudom, hogy köztetek is sok óra kedvelő van, és azért nem olyan vészes. Tehát ennek a mérete, most ahogy így látod élőben, egyáltalán nem vészes. Egyáltalán nem érzem azt, hogy ez, egyáltalán nem érzem problémásnak azt, hogy szóval jól néz ki, persze az árat le kell róla venni, hát az árat, ezt a aukciós háznak a címkéjét. Első látásra az ember mit érez egy új dologgal, hogy látja. Ő vele úgy érzem első látásra, hogy meg leszünk hát egymás között. Általában egyébként ezeket a sportórákat, azért az órákat alkalmi jelleggel kell hordani. Minden órának megvan a maga helye, hogy mikor kell fölvenni egy patekot, tényleg olyankor veszek fel, amikor menjünk egy bálba, vagy egy brilliásos órát, mint a Frank Müller-en. De hát szóval ez abszolút sportóra, ez abszolút, amikor trikóba, amikor mész valami olyan helyre. Gyúrós trikóba. Gyúrós trikóba. Már mikor voltál te utoljára gyúrós trikóba? Hát most ehhez az órához, mert gyúrós trikót fogok oldani. Sőt, nem csak gyúrós trikót, ki is fogom gyúrni magamat. Mert ez egy olyan óra, amely nem csak gyúrós trikók áll, hanem önmagamat is ki kell gyúrni. Ugye minden sárkány egy pár fekvőtámaszt, hát ha sikerül fölmennem erre a szintre. Nem érzem, hogy hibát követtem volna el. Úgy érzem, hogy szeretni fogom, úgy érzem, hogy ugyanis mi a lényeg egy ilyen órának? Az a lényeg, hogy egyéniség legyen. Erre azt hiszem mindenképpen el lehet mondani, hogy egyéniség, nem? Ez egy egyéniség. Mert amikor ezt az órát látod a kezeden, vagy valakinek a kezén, akkor mindenképpen azt gondolod, hogy ő más, mint a többi. Hiszen mi a lényeg? Egy órától? Igen. Most ezzel fogod nekem megmagyarázni? Tehát így foglak fel, és menes a tép, vagy egy nagy krumpli van a kezeden? Nem olyan vészes, de csak ez a különös, ez a úgynevezett kézigránát indító része. Tehát gyúráshoz vetted ezt az órát? Gyúrás, ki is fogom gyúrni magamat. Értem, drágám, de most talán a maximum e-sporttal foglalkozó vagy sakkozó, tehát ahhoz nem hiszem, hogy kell egy ilyen óra. De ahhoz is nagyon jó, mert egy csapkodás, hogy nyomod, játszod, tehát a stopper könnyebb megnyomni. Tényleg meg fogod nekem magyarázni, hogy ezért vetted ezt az órát? Azért vettem, mert Graham nem volt, szerettem volna egy ilyen szimbolikus mondani valója is van szerintem a Graham-mel kapcsolatban, hiszen Graham fedezte fel a 18. század elején a stopper órát, és ez a stopper funkció szerintem egyfajta tisztelet ő előtte. George Graham az angol óragyártás fele gyereke volt. Tisztességes George-nak hívták, mert minden találmányát közkézre adta, hogy más is ingyen használhassa. Szeretném annak az élét elkerülni, hogy harácsolnak, és olyan lárpullár gyűjtőnek gondoltuk, aki csak azért is állandóan csak vásárol. Én azt gondolom, hogy ezzel az órával például
elsősorban Graham előtt akartam tisztelni, hogy legyen egy olyan órám, aki, ha nem is az, csak az őróra elnevezett gyárba készült, de akkor is emlékeztet arra, hogy honnét származik az óragyártás, honnét származik igazán az a modern gátszerkezet, amit ma is nagyon sok órában használnak, mi volt az óragyártás története, tehát egyszerűen csak tisztelni akartam Graham előtt. Egyébként sokan kérdezitek az előző filmekben, hogy honnét származik ez a feketére festett körül, igen, feketére festettem, nem festettem, hanem egész egyszerűen egy metsző ollóval olyan egy pöcs voltam, és valójátlen voltam, hogy ez az ujjam, bementem a metszolló közé, és szépen oda nyomtam, amikor metszettem Tianba egy növény. Úgyhogy ez egy ilyen baleset, ezt még sokáig fogjátok nézni, tehát nem tudom, nem topítsenek ezen, mert ez most már évekig így lesz szerintem. Nekem tetszik, én azt gondolom, hogy most nem csináltam hülyeséget, hát végül is azért ez egy nem rossz óra, nem? Neked nem tetszik? Nekem egy kicsit nagy krumpli. Éppen az, hogy nem annyira vészes a mérete. De azt most mondom, hogy a fiúk ezt nem fogják mondani, tehát valamelyik fiat rá fog erre indulni. A Dani valószínűleg. Egyébként lehet, hogy a Danihoz jobban is illik. Bár egy kicsit olyan különleges, a Dani az, ez nem biztos, hogy fogja szeretni ezt a koronaszerkezet itt, mint különlegeséget. Mondjuk ez ettől igazán sportos. Ez adja meg neki azt a nagyütést, azt a nagy felütést, hogy annyira sportos, hogy nem csak a festésébe, nem csak a külöllökjába, nem csak a méretébe, hanem még ezzel a kis robbanó szerkezettel is, nem? Nem érzed, hogy ettől különleges? Lehet, nem tudom. Tehát nekem, én inkább úgy érzem, hogy gondolták, hogy a Rolex Pepsi-ét egy kicsit másoljuk le, de legyen egy picit mégis más, és akkor rátették ezeket a hatalmas füleket, nem? Hát nyilván egy ilyen hivatórán ez egy látor, onnan tudik, hogyha egy jellemzi ezekben, valószínűleg igazad van, de én azt gondolom, hogy egyszer-kétszer iszről fel fogom venni. Arra szeretnének benneteket megtanítani, hogy ne harácsoljatok a gyűjtésszernek, az a típusú harácsolás, hogy mindenképpen még több legyen, az sem szimpatikus. Csak akkor szabad gyűjteni és ilyen dolgokban fektetni, hogyha ezt az ember megteheti, és az életének a másik része az a fele, hogy ember maradjon, ne sérüljön. Tehát fontosabb dolgok is vannak az életben, mint a gyűjtés. Fontosabb dolgok is vannak az életben, mint a harácsolás. Ha ezek rendben vannak, és ezek megvannak, akkor következhet az, hogy mégis, hogyha valamit meg akarunk benne, akkor kielégítjük magunkat. Gondolom, hogy sokaknak furcsa az, hogy itt is a lépcsőn leálltunk, és elkezdtünk dobozokat nyitogatni, de hát ez egy adhok dolog volt, hirtelen jött, most jött postás, beosztás, és ugye nagyon sokan kértétek az, hogy megint legyen, foglalkozunk órákkal, és ugye csak elkezdeni mutogatni az óráimat, az valahogy nem igazán jön nekem, de amikor egy új dologgal találkozunk, az szívesen megosztom nektek. Egyébként erre jut eszembe, hogy nektek is ígértem egy órát a 100 000-es feliratkozásra, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb ez bekövetkezik, és nektek is vásárolhatunk egy órát. Lehet, hogy ez lesz. Na, az a lényeg, hogy igyekezzetek, iratkozzatok fel, és érjük el mi hamarabb a 100 000-et. Addig is ez volt egy órabontó kis, hirtelen jött ötletre, egy órabontó kis filmecske. Ne felejtsétek el lájkolni, kezeket a paplan fölé, de ne ebben az órával, hanem óra nélkül.